Figyelem, most következő rész igen spoiler gyanús lesz, megtekintése csak a film megnézése után ajánljuk. Sziasztok, Neo vagyok, és most értünk ki a Vasember vetítéséről, és itt van velem. Üdvít Sildrem. És akkor meséljünk a filmről, ez egy baráti beszélgetés lesz, sokkal inkább, mint egy kritika. Akkor kezdjünk is hozzá. Sildrem, neked mi a véleményed a filmről? Alapvetően tetszett, a szokás híven úgy számítottam, hogy hatásvadász film lesz, és erre is számítottam, szóval tökéletes volt ilyen szempontból. A humorokat jól kihasználták, szóval jó volt összességében. Találtál benne logikai hibákat? A logikai hibák így első látásra olyanok voltak, hogy valaki először megnézni, nem látszik benne. Biztosan voltak, én nem erre figyeltem, mert tényleg a hatásra nagyon oda figyeltek, hogy figyel az embernek a figyelmét. De én például, amiket szoktam nézni logikai hibákat, azokat pont, hogy kifejezetten jól csinálták benne. Például a lövöldözős jeleneteknél, hogy hupsz, kifagyott a lőszer. Te, mint CGI effektező, milyennek találtad az effekteket? Nekem nagyon bejöttek. A szokásos híven nagyon jók voltak, mert Vasember filmekről iszonyat jól szoktak lenni a CGI effektek, ezek elismerésem. És mi a véleményed arról a jelenetről, amikor kikötözték Robert Downey Jr.-t és hirtelen csak úgy kiszabadult? Ez hogyan történhetett meg? Hát azt azért, mert hogy megjelent a Vasember ruha. Jó, de hát az érdekes volt. Oké, most ez ilyen szempontból a Vasember ruhába azért bele lehet kötni, hogy az most mindent kibír, stb. Meg hogy miket teremt vele. Igen, a másik dolog az, hogy észrevettem, hogy be volt szorulva ugye a sufniba a cucc, és akkor egyetlen lakat tartotta az egészet. És nem hogy a sugárhajtással átlőni a páncél az ajtót, és akkor mind menne az összes alkatrész. Nem, ez meg kellett várni azt, hogy a srác odaérjen. Pontosan olyan, mint egy Call of Duty játékban, hogy addig nem tudsz bemenni az ajtón, amíg nem mondja a script, hogy meg kell nyomnod egy gombot. Neked erről mi a véleményed? Nyilván nem mesterséges intelligenciával ellátott a ruhának ez a funkciója. Szóval ez vicces volt. Én azon néztem inkább, hogy a többi alkatrész, az másik két alkatrész hogy a fenébe szabadult ki. Mert hát az egyik lába és egyik keze az kiszabadult. És mi a véleményed a terrorizmus üzenetéről? Ugye láthatunk bele némi társadalmi kritikát. Szirmai úr szerint ez el van hanyagolva. Te, neked erről mi a véleményed? Szerintem ez egyébként nagyon jól ki volt használva. Főleg az, hogy azt hozta föl, hogy pont Amerika ellenség kicsikét, hogy a terrorizmus alapvetően egy amerikai kitalálmány. Szóval az, hogy a terroristák ott vannak, szemét adunk neki, az megrendezett tény az egész, és amerikaiak vannak a háta mögött. Erről rengeteg film készült már, ott van a Fahrenheit 9-11 például, amikor a ikertornyok felrobbantása, ahogy a repülő beleszálltról van szó, és itt főleg a hátam mögött lévő nagyfejeseknek a kitalálmányai vannak. Meg persze úgy, hogy miket találtak ki utána, hogy ilyen háború legyen, olyan háború. Itt is a végén kiderült, hogy az egész egy másik nagyfejesnek a kitalálmánya, hogy... Ugye ez egy akció vígjáték műfajba akarna célozni. Melyikből van több, az akcióból vagy a vígjátékból? Ez érdekes. Egyébként ezt nem néztem így konkrétan. Alapvetően a látvány miatt az akcióból szerintem, de azért konkrétan a feszültséget oldja elég durván a vígjáték része. Itt főleg a főszereplőnek a jó kis hozzáállása, fullazán, dobjunk be egy kis viszkit, és akkor nyomassuk a piát. Nekem tudod, mi volt a furcsa? Hogy maga Robert Downey Jr. páncél nélkül is túlél mindent. Tehát ez így hogyan lehetséges? Akkor nem is kell neki páncél. Ő maga a vasember vas nélkül. Hát ez általában minden filmnél egyébként így szokott lenni, a főszereplőt azt hagyják. Ez egy normális nyugati kulturikus tény. Egy ismerősömmel már beszéltünk csomószor erről, hogy nézd meg néhány nyugati filmet, egyikbe se látsz komoly olyan dolgot, ami nem happy end. Szóval általában a legtöbb főszereplők mind túlélik. Itt is megvolt az esély arra, hogy meghaljon a csaj, de mégse halt meg. Mindenki boldog, happy a végén, stb. Mindenki meggyógyult, kész. Szóval ez olyan kicsit egy nyugati felfogás benne, de összességében hát ilyen. Ugye szerepel benne egy kisrác.
tulajdonképpen nem csak motivációs szemszögből van benne, hanem tulajdonképpen a múltjával szembesíti Robert Downey Jr.-t, nem? Emlékezteti a gyerekkori ényére. Azért sikerül kilábalni a válságból. Hát valószínűleg ez benne van, így próbálták beletenni ezt. Ezen egyébként én sem gondolkodtam el, de ezt nagyon sok filmben így beletesznek, így egy húzva egy ilyen kis gyerekkel való csavarokat. Ez egyébként most példaként felhozva, jó, nem tökéletes példa, de a Terminátor 2-ben is egy kisgyerek beszél a Terminátorról, hogy elég vicces. De itt tényleg másról van szó. Itt tényleg ez valószínűleg benne van, hogy a gyerekkori énjére emlékeztette. Itt a vége is ebben elég durván bebizonyítja ezt. Említetted a Terminátor 2-t. Ugye vannak ezek a különleges emberek, amelyekről nem nagyon szeretnénk bővebben informálni az embereket, de igen, hasonlít egy robotra, amit nagyon nehezen lehetett elpusztítani a Terminátorban. Mi a véleményed erről? Szerinted az alkotók lopták az ötletet? Nem feltétlen, mert ez itt egy kicsit másról van szó, de az egy tény, hogy nagyon sok helyen felhasználják a halhatatlan, folyamatosan újraélő elemeket, és néha néztem, hogy oké, akkor végül is hogy a picsába haltak meg, de ezen végül is tényleg egy ilyen logikai, hogy hívják, hogy néztem, hogy nem hal meg, nem hal meg, nem hal meg, most nem meghalt. Mi van? Igen, valóban ez egy kicsit zavart, ugye? Na most az a szérum elvileg helyreállítja az emberi funkciókat, újra növeszti a karodat, újra növeszti az agyadat, és minden egyéb dolgot, amit elvesztesz, és nem tudsz tőle meghalni, mert ugye mindent rendbe hoz. Akkor mégis a filmen lévő emberek mitől haltak meg, vagy hogyan haltak meg? Vagy mekkora erő kell, hogy megöljenek egy ilyen embert? Konkrétan én még abba gondoltam bele egy filmnézés közben, amikor például olyanok haltak meg, hogy meghalt az ilyen főemberkéje a főbossznak, hogy aki ugyanúgy jó sokat kibírt, fejbe lőtték már párszor, nem halt meg, és a végén egy hasbalövéstől meghalt. Hát azt úgy sejtem, hogy azok olyanoktól lehetek, hogy mondjuk a szernek éppen, mert hát ez egy drog, amit folyamatosan adagolni kell, és a szer éppen kifogyóban volt a szervezetből. De ez bullshit, hát az előbb megolvasztott egy kilincset, akkor bőven volt benne energia, nem gondolod? Igen. Szóval tényleg így beszélve róla már több a logikai bukfenc. Észrevettem, hogy gyorsabban futnak, de erről nem nagyon tesznek említést. Szóval szerinted a szer az hatással van az idegrendszerre is? Mármint gyorsabban tudsz tőle futni, mert ugye erősebb az van, az bemutatták. De magát, hogy az ember gyorsabb lesz tőle, az nem volt annyira kifejtve szerintem. Alapvetően a erőnöveléssel a gyorsaság is növel, ez egy alaptény. Szóval így gyorsabban tudnak futni. Én nekem azt tűnt, hogy tényleg azért nem egyszerűen erősebbek, ez nem szuper erőre, mint hogyha Supermanek rohangálnának az utcán, olyanok voltak, szóval kicsikét érdekes, meg azért a szuper erőket megkapták, hogy amikor a kedves kis bosszunk elkezdett tüzet okázni, akkor az a mélyszel azért, hogy mi van? Bár azért tény, hogy azért meg is magyarázták ezt is, hogy alapvetően genetikai mutációkkal is léptek, nem csak azzal, hogy fejleszték, hogy kijavítsák a hibáit a DNS-nek, és folyamatosan újra teremtsék a szövetet, hanem többen genetikai mutációk is felléptek. Na igen, ha most említetted ezt a tűzokádást, akkor felmerül az emberben a kérdés, hogyha egy ember tudta a befecskendezettek közül, akkor a többi miért nem? Ők kevesebb anyagot kaptak, vagy mi? Vagy pedig más kísérleti anyagot kaptak, az is meg lehet, hogy pont a legtökéletesebb, legkifonultabb anyagot, hát természetesen a boss kapja, hát ki más, a főnök. Lenne még valami hozzáfűzni valód, amit így felvetnél? Alapvetően most nem. Azért furcsa volt, hogy Pepper lezuhant és túlélte. Azért, mert benne volt a szerv, de az már előtte is történt, amikor legőször a főbossznak a kopasz kis robotjájából belerobbant a képébe a másik fickó. És az meg tovább sétált. De amúgy ez mi alapján dől el, hogy te most a szert túléled, vagy felrobbansz tőle? Ez nem volt igazán megmagyarázva, szóval... Azért valamilyen szinten szerintem megvolt. Az, hogy milyen erős a szervezet dönti el, hogy befogadja a szert, vagy elkezd vele a szimbiózisban élni. Jó, hát ez a szimbiózis egy elég szar kifejezés, mert
közvetlen szimbiózissal, élőlényekkel lehet. Nem gondolod, hogy a vasembertől merész döntés volt eldobni az általa kifejlesztett mechanizmust, ami távol tartja a reteszt a szívétől, egy olyan technológiáért, amit ő maga pontosított, de még ő sem igazán bízik meg benne. Ezt most még egyszer fejtsd ki. Ugye van a szívénél egy ilyen retesz, ami távol tartja a vasziránkokat. Igen, és közvetlenül egy energiaforrás kell hozzá mindenképp. Igen. Na most ezt a film végén ugye eldobja, mert az a szer által meg tud gyógyulni. Nem tudom hogyan, de... Nem, kioperálták a szüretet. A szer miatt, nem? Nem. A végén már gondolom az orvostudomány volt olyan szinten, hogy orvoshoz fordul, illetve én úgy emlékszem, a vasember egy elején nem fordult így ilyen téren orvoshoz, hanem ezekkel a gépi technológiákkal próbálta magát megoldani, és hát most orvosi úton is így távolította magát a gépezetet is. De az megoldható volt, miért nem tette meg hamarabb? Igen, ez egy érdekes meglátás, de hát az előző részekből már lehetett látni, hogy nem nagyon fordult más segítséghez, ahogy a második részben is volt, hogy az első reaktor, az hát az anyag, ami benne volt, az nehéz fémmérgezés. Elkezdett terjeszteni a szervezetébe, és hát azt nem tolerálta a szervezete, és nem fordult segítséghez. És a segítséget azt erőszakkal nyomta rá végül is először a Shield, aztán pedig utána magától megoldotta egy új elem létrehozásával, ami egy eléggé vicces dolog volt a filmben, amikor összerak a szobáskájában egy kis részecske gyorsítót, az azért ütött, de ez már az előző rész. Jó, hát most maradjunk ennél a résznél szerintem. Most ugye nem készítette senki, és a személyisége azért nem változott meg annyira, hogy bárkihez is segítséget fordul. Amikor megtörtént ez, akkor pont az, hogy megváltozott a személyisége. Akkor pont ki is mondta, hogy megváltozott a személyisége, de valami nem változott meg. Az, hogy ő vasember. Igen. Ebből egy érdekes, sokáig gondolkoztam, hogy akarják kivitelezni az új Avengers filmet, hogy most, hogy felrobbantotta a vasember páncélokat, de azért mégis csak a végén kiderül benne ez a rész, hogy hát mégis csak van remény a vasember visszatértére. Csak hát azt már tudjuk, hogy filmformájában, azt tudom, vasember filmformájában nem fog ez megtörténni. Azért nem minden páncél robbant föl. Ott van még az Amerika kapitány dizájnos páncél. Ami... De az nem az övé. Hát de ő gyártotta, szóval bármikor vissza tudja hívni. Ő gyártotta, de az nem az övé. Meg egyébként is honnan tudjuk erről az emberről, hogy nincs még 10 páncél valahol. Hát az tény. Én konkrétan a legvégén az utolsó snitten, amikor a gyereknek a új szobáját lehetett látni, azt hittem, hogy oda rendezte be az új főhadiszállás, mert ott volt egy ilyen Jarvis. Igen. Sőt, az, ha jól tudom, az maga Jarvis volt, mert a régi felrobbant lakásáról elvitte. És azután volt az a snéti, és ott volt. Nem gondolod, hogy kicsi felelőtlenség használni egy olyan páncélt, ami még nem tökéletes? Hát kicsit felelőtlen, de azt mutatta be, hogy hogyan kell. Szóval te rábízzál az életedet egy prototípusra, ami még alig repül. Nem, én inkább egy jól működőre bíznám rá, de hát eddig is már tudtuk a karaktert. Jó, oké, pózzel a gyerek, mint Dante, szóval... Au, ez a hasonlat. De miért? Pózzelkedésben, nem? Igen, igen. Tehát abban van hasonlóság, és ezt nem tudod tagadni. Igen. Nézd meg a DMC-t. Már csak azt kellett volna, hogy röptében felöltözik, tudod? Az megtörtént egy másik részben már. Sőt, szerintem itt is megtörtént. Ebben a részben is. Sőt, azt hiszem az Avengers-be is alkalmazták. Az volt az. Az volt az, amire én gondolt, de szerintem ebben a részben is volt olyan esés közben, csak magára pakolta. A félpáncért igazsak. Az esés közben teljesen felöltözést azt az Avengers-be csináltam. Jaj, tudod, mi volt még nekem fura? Amikor a főbossnak van egy 4000 fokos keze, és csak a páncélt égeti le róla, az embert azt nem. Tehát miért nem húzza végig a kezét az ember, az azt ugyanúgy félbe tudja vágni, mint a páncélt? Hát próbálkozott néhányszor benne,
ez egyébként lehetett látni a vége felé. Én azon néztem, hogy ott a vége felé felforrott úgy a kezét, hogy egy mozdulattal átkapja az egész páncélt, és aztán utána meg nem. A másik, hogy úgy, hogyha kívülről süti a páncélt, és belül nem sül meg a tisztor, ezt én úgy tudom elképzelni, hogy más a hővezető képessége, hogy a hővezető képessége direkt úgy csinálta meg a páncélnak, legalábbis az én véleményem szerint, de szerintem ez magyarázta is a film, mert nem fázott, amikor kint volt páncélba a hidegben. Szóval a hővezető képessége nem olyan a páncélnak, hogy a külső hőmérséklet belül is érezve. Az rendben de van, az csak... 4000 foknál lehet valamilyen szinten, de ezt mondták is benne, hogy meg fog sülni belülről. Jó, csak még mindig nem azt mondtam, hanem hogy ha egy páncélt szét tud vágni a pasas, akkor magát a Robert Downey Jr.-t miért nem? Ő a főszereplő, ő asszom, és tényleg. És erre nem tudsz válaszolni. De, nyugati kultúra, a főszereplő nem hal meg. Azért egy modern filmnél nem nagyon tudsz olyat mondani, ahol meghalt. Azért volt pár. Volt pár, de nem nagyon tudsz. És modern filmnél. Szóval régiekben tudsz mondani. De modernnél nehéz. Mostaniaknál nehéz. A G.I. Joe megtorlás is milyen már? Azt mondom, modern film. És én most a nyugati kultúra beli filmekről beszélek, hogy azokat megnézve tényleg. Szóval nincs olyan, hogy meghal a főszereplő közül mindenki, csak happy end, stb. Még egy horrort is megnézve, és mindenki, nem mindenki, de azért túlélik. És happy end lesz. Nem gondolod, hogy a film egy kicsit kiszámítható volt? Mármint lehetett számítani rá, hogy a Pepper lezuhan, de azt is lehetett tudni, hogy nem fog meghalni, hiszen benne volt. Konkrétan az egész film, ezt mint te is megmondtad, már oda tudsz mindenhez. Jó, hát voltak azért olyan hatások, amiket nem tudtunk előre, de azok jók voltak. Mandarinról milyen a véleményed? Hát a Mandarinnak a társadalom kritikája ez kegyetlen volt, az első, ami tetszett. Szóval az jó, még mindig nem előszíve Bane. Szóval a Batman-es Bane-t azt nem előszíve ilyen... Ki kell törnöm. Annak a társadalom kritikája sokkal jobb volt, de ennek is azért jók voltak. És a másik az, hogy az a társadalom kritika, ami mögötte volt, hogy ő csak egy kitalált személy végül is. Szóval az, és még meg is mondják benne, hogy ugyanúgy kitalált személy, mint Laden. Igen, mondjuk, ami furcsa volt még, hogy az elnök volt egy k***a jó páncél van, egy, ha azt teszünk, egy tankolt rajta, és semmit nem mozdult előre. És szerintem az a páncél kezelése nem lehet olyan bonyolult. A számítógép kezelés... Ebbe azért belekötnék, emlékezz vissza a másik részbe, amikor Jim Rhodes ezredest felkapta a páncélt, és ő se tudta kezelni eleinte, jó, utána beletanult gyorsan, de ő egy katona. Katona ide vagy oda, egyébként bárki beletanulhat szerintem. Szóval a katonákat nem képzik ki vasember páncélra. Tehát ugyanúgy bele tud tanulni mondjuk egy civil is. De eleinte James Rhodes is, hogy hívják, hogy csak képes, hogy járkálni tudod benne, meg verekedni. Kész. De az egy másik tény, hogy megmondta benne Tony, hogy a páncélok külön vannak programozva emberekre. És az a ruha, az konkrétan James Rhodes-ra volt programozva. De azért ez nem teljesen igaz, mert a főgonosz fel tudta venni a film közepén. De viszont benne volt az is, hogy bele tudott piszkálni egy dolgokba. Szóval mások DNS-ébe bele tudott piszkálni, akkor számítógépbe, oké. Hozzáérintett és belepiszkált. Ha bele tudott piszkálni vasember páncéljába, akkor miért tudott elrepülni vele az ezredes? Hát gondolom, azt viszont nem írta felül, hogy ő ne tudja használni. Nem csak egy engedélyt adott magának is, hogy tudja használni. De ez elég érdekes hiba, nem gondolod? Hát, mindenkinek van hibája. Mindegy, összegezünk. Összességében a film azt mondhatjuk, hogy jó. Ezt mindenképpen le kell szögezni. Igen. Vannak kisebb hibái, de hát egy film sem hibátlan. Igen, és főleg ez mostani filmekre is nézzük a Marvel filmeket. Szóval a Marvel filmek legtöbbje az ilyen hatásvadászatra megy be. Ilyen tekintetből, amit a Marvel és a Disney kompromisszumot készített, azt a közül vasemberek a legjobbak, de hoztak egy nagyon karakteres főszereplőt hozzá, aki hozza még pluszba azt, ami ehhez a tekintetű hatásvadászathoz kell, egy kis poénkodás.
Így van. Ez olyan, mint a Karib-tenger kalózaiban, hogy megmondják, hogy tök mindegy, mi van a filmben, csak Jack Sparrow legyen benne. Igen, akár disztókat is rakhatnak bele, hogy idézzük Szilvai urat. De a lényeg az, hogy ha szerepel vasember, akkor maradjon meg ilyennek, ne tegyék sötétté is. Igen, konkrétan én nekem a véleményem, ha visszatérünk az Avengers filmre is, az például így el lett volna csúszva, ha nem lett volna benne vasember és Hulk. Ez a kettő nincs benne, akkor nem szerintem Hulknak csak egy komolyabb szerepe volt, amikor... Amikor Isten kell. Igen. Látom, téged is az ilyen eltragadt meg. De ha azt nézzük, abban a filmben is igazából vasember dominált. Persze. Tehát... Vasember az egyértelműen vitta sénet. Én szerintem akinek rohadtul nem volt értelme. Sokak szerint volt értelme, hogy ő volt a csapat vezetőnek. Amerika kapitánynak gondolsz? Én annyira az alapból a filmen nem volt értelme, hogy egy film készüljön külön neki. Hát persze, csak azért készül, hogy lehessen az Avengers film, és akkor utána az, hogy belekerült az Avengers, tehát ő volt a legsemmilyenebb. Én számomra még Hawkeye is konkrétabban egy érdekesebb személyiség volt benne, mint Amerika kapitány. De ki az a sólyom ember? Az mitől szuperhős? Hát tud lőni egy íjjal? Akkor belakhatnánk Legolaszt is. Konkrétan vasember ezzel poénkodott az Avengers filmben, hogyha hozzám egyszerre. Ez a Legolasz melyik háza pakolatkor. Azt azért hozzá tudnám tenni, hogy a ijászok mindig azt szóval. Szóval szerintem pont ma olvastam nálam ezt a összehasonlítást, hogy vasember, Batman és Superman. Vegyük példaként. Batman mind a kettő legyintéssel intézi. De viszont nézzük meg, mi van, hogy elvesszük mindegyiknek a szuperképességét, az állítólagos szuperképességét, mert vasembernek és Batmannek nincsen. Szóval vegyük el a pénzt vasembert és a pénzt Batmanből. Vasembernél lesz egy ember. Igen. Szóval egy nagy egójú ember. És nem is Duke Nukem, szóval nem fogja segbe rúgni az idegeneket, hanem csak simán makrofájra. Hogyha a Supermantől elvesszük a szupererőt, akkor meg sima ember lesz belőle is. Na de vegyük el Batmantől a pénzt, meg a ruhát, akkor kapunk egy ninját. Igen. Szóval, és a ninja az lekapja a másik két embert. Viszont ezek után tették be azt, hogy oké, akkor vegyük példaként Batmant full ruhába. Ott van kint az arcoskája, mi van, hogyha azt eltalálja egy nyilvessző? Az halál bizony. És akkor nézzük meg Legolaszt, vagy a zöld ijeszt, vagy a Hawkeye-t, vagy valakit, simán lekapja Batmant. Szóval az ijászok mindent visznek. Igen. Az ijászok mindig azt szomak, ezt jegyezd meg. Na, akkor ajánljuk a filmet, lehetőleg a Pólusban nézzétek meg kedden. Jónak tartjuk mind a ketten a filmet. Akik egyetértenek velünk, azok kommenteljenek és írják meg róla a véleményüket, mit hagytunk ki, és írjátok meg, mekkora barnok vagyunk. Sziasztok! Hello, hello!